A hátán fekszik az olimpiai bajnok, és ha ez éles körülmények között történt volna meg, akkor vesztesen hagyná el a tatamit. Ezúttal azonban egy játékos bemutatót láthattak az apácai diákjai. Az intézményben francia nyelven is oktatnak, és a francia kapcsolat segítségével érkezett az iskolába a diói ötkarikás játékok cselkens versenyének nehéz súlyú győztese. A francia intézet szervezésében úgymond kaptuk ezt a hölgyet, aki azért nem semmi, hiszen egy olimpiai bajnokot üdvözölhetünk az apácaiban, aki 2016-ban Rióban nyert, ott egy VB harmadik és egy Európa bajnoki címe is. Azt hiszem, hogy még a magyar olimpiai bajnokot sem láthattuk Cselgáncsból természetesen. Ami nagyon fontos, hogy a gyerekeknek példát mutat, hiszen a sport a kitartásra, az elhivatottságra és ugye a küzdelemre nevel, főleg azokban a sportágokban, amely a küzdősportokat jellemző. Az apácaiban is sok sportágon jellemzően a kosárlabda az, amely több évtizedes hagyománnyal és az ország élvonalába tartozik. Birkózóink vannak, akik képviselik ezt az ágat, ketten, akik országos szinten is jegyzettek, és azt hiszem, hogy a szellem nevében még mondhatom a sakkot is, ami a sportág erejét növeli, de tájfutás, atlétika és több sportág, tehát a gyerekek, a franciák is látották, hogy honnan és hová lehet eljutni. Émili Andiol elmondása szerint a cselgáncs az öt legnépszerűbb sportág között van Franciaországban. Odahaza is sok meghívást kap, de egy program keretében külföldön is igyekszik minél szélesebb körben megismertetni a judót. Olimpiai bajnokként az egyik feladatom, hogy népszerűsítsem ezt a sportot, és gyakran kapok meghívást ilyen eseményekre, hiszen az a dolgom többek között, hogy ezt a sportot népszerűvé tegyem a fiatalok körében, és kedvet adjak nekik ahhoz, hogy ezt a sportágat válasszák. Azért tartom fontosnak, mivel ez egy olyan sport, ami olyan értékeket ad át a fiataloknak, ami egyedülálló, hiszen az egymást a megbecsülése, a tisztelet az, ami fontossá teszi ezt a sportot, és a szülők valószínűleg ezért választják ezt a sportágat a gyermekeik számára, hiszen olyan értékek, amiket szeretnének a gyerekeknek átadni. A rendezvény zárásaként az olimpiai bajnok megmutatott néhány dobást azok közül, amelyek segítségével Rióban felállhatott a dobogó legfelső fokára.